A mai videóban egy drága nyereményért fogunk megküzdeni hárman, Lemi, Csoki és persze jó magam egy olyan challenge-ben, ahol nem szabad letenned a lábad. És egy fűszál fogja eldönteni, hogy melyik járművet kapjuk a három közül. Az, hogy ki lesz az első, aki leteszi a forró lávába a lábát, és ki lesz az, aki a büntetéskel megcsinálja, az majd a videóból kiderül. Itt van a három fűszál, ebből fogunk húzni. Megadjuk a nőknek az elsőbséget a húzásra? Én amúgy... Akkor kérlek, húzz ki egyet. Ennek trükkje is van, nem trükköző. Nem trükközök. Ez a legrosszabb. Ó, azaz te! Klemi a legrövidebb, úgyhogy válasz legelőször járművet. Biciklit szeretném, köszönöm. Klemi bal szerencséjére a biciklit választotta, ami háromnegyedig le van merülve. Én húztam a közepes hosszúságú fűszálat, úgyhogy én válaszok másodiknak. Van két választási lehetőségem, a két roller közül tudok választani. Az egyik a Kukirin G2 Max, és a másik az a Brutal Roller, ezzel megyek. Én a Kukirin G2 Maxot választottam, csak hogy letesztelhessem. Úgyhogy Csoki, te maradtál a legmegbízhatatlanabb rollerre. Amit még annó elrontottam, és még mindig nincsen teljesen megjavítva. A challenge fődíja az nem más lesz, mint egy Kukirin S3 Pro, ami több mint 120 ezer forintot ér. A második helyzet sem fog üres kézzel hazamenni, mert 8 ezer forintot fog kapni. Na de a vesztes sem maradhat büntetés nélkül, ebben a gyönyörűséges patakban kell megfürödnie. Én ülök fel erre a rollerre. Klemi, én azt mondom, hogy te vedd fel a lábadat és indulj. Miért? Indulj csak. Nem szeretném. De miért? Na, miért? Hopp, 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 hopp. Mostantól, aki leteszi a lábát legelőször, az kiesett a játékból, és nem nyerhet semmit se. Én szerintem, hogyha ilyen félősök vagytok, akkor elkezdem ezt a challenge-et. Úgyhogy én már rajta vagyok. Én is, mindenki. Mindenki elkezdte a challenge-et. Stresszelek, rendes. Csokinak az a legrosszabb, hogy lehet kikapcsol a roller. Na Csoki, mit gondolsz? Meddig fogod bírni? Én ezt bírni fogom, csak a roller vajon bírni fog. Ez a kérdés. Igazából, hogyha egy napot bírod úgy, hogy rajta álljál, és nem esel le róla, akkor te nyertél. Mert szerintem egy napot mi nem fogjuk bírni. Ez a roller még szinte teli van. Az a roller hogy áll? Elég jól, ez is szinte teli van. Na, még ezzel melyek egy 30 kilométert. Van pedálod, úgyhogy lehet, hogy igen. Én nem félek attól, hogy lemerülök. Se attól, hogy kikapcsol a roller. Inkább tekerem, mint hogy használjam az erejét. Ilyen helyzetekben jön a probléma, amikor egy autó megy valamerre. Hát de várjatok, mert hiába megyünk ki a forgalomba, hoppá, vagy ilyenek. Hoppá, hoppá. Fordulni kell, fordulni kell. Na. Én azt mondom, álljunk így nagyjából egymás mellé. Szerintem Klemi kéne legyen az első, aki mondja a challenge-et, nem? Jó. Átmegyünk azon a patkán. Használd ki a biciklinek az előnyét. Ha ezért kérdem. Oda megyek, ahova akarok. Szabotálni lehet. Lehet szabotálni, azt nem mondtam. Te fogsz hamarabb belesni. Biztos vagy benne? Át akarsz menni? Én átmegyek, de ti is ott kell átmenni. Jó, hát akkor mi is ott kell átmenjünk. Gyertek! Az a challenge, hogy ott át kell menni. Jó, hát az easy. Jó, easy. Azon mindenki átmegy. Csoki, mondj egy challenge-et te. Górjunk le a lépcsőkön. A lépcsőkön? Hát igen. Jó, annyit adunk, hogy nem muszáj leugratni, le is lehet menni a lépcsőn. Megvoltam. Oh, megvolt. Ti engem ki akartok készíteni, úgy érzem. Profi ez az ülés, nagyon kényelmes. Nem lesz jó, én le fogom tenni a lábam. Nem fogod letenni, gyere le. Egyenesen inkább. Lejött, úgyhogy elfogadj. Megvolt. Hát mi leugrattunk, de megadjuk neked. Na jó. Hát én mondom a következőt. Igen? Én challenge-em egy
Na jó, hát én mondom a következőt. Igen? Az én challenge-em egy kicsit veszélyesebb. Ezzel Flemmi meg is nyerte az első jelzés, szóval Csokival ketten folytattuk a küzdelmet a második helyért. Szerintem induljunk el és csináljuk meg azt a challenge-et, amit én kitaláltam az előbb, ami az, hogy ki kell menjünk oda a hegyre. Jó. Ott, amit láttok. Ez igen. Ott. Még egyszer ne gyere nekem. Na jó, én akkor elindultam. Én, hogyha még egyszer leteszem a lábam, akkor Csokié lesz várj, a második helyezés. Mégis mi történt itt? Csoki szépen feltette a lábát a rollerre, húzta a gáz, de a roller nem volt bekapcsolva, és... hát újra letett. Ezt a csalót. Győzzön a jobbik! Győzzön a jobbik, szerintem is. Az a baj, hogy te hegymászásba erősebb leszel, mint én. És még képes volt azt mondani, hogy győzzön a jobbik. Hát ezt most de elnézem csak így, de következőkor nem jó, fogom. Csak bírja ez a roller! Ez alatt Csoki csak úgy ment, mintha semmi sem történt volna. Jaj, baszki, ez meg fog állni. És tudjátok emberek, mondják, hogy nem jó a kárőrvendés, mert előbb-utóbb téged is utolér a karma. Úgy érzem, Csoki, te fogsz nyerni, mert ez nem bírja kifelé. Lemerült a bicikli, úgyhogy ő most kiesett volna, baszki. Szóval én el is indultam, hogy szóljak Kleminek, hogy várjon meg lent, és majd jövünk. Sajnos jött egy autó hátulról, és le kellett lassítanom egy kavicssal elszórt részen, és akkor következett is a baj. Na. Szóval azt a játékot, amire azt gondoltam, hogy easybe meg fogom nyerni, elvesztettem, és meg kell fürödnem abban a patakban. Így pedig Csoki is magának tudhatta a második helyezést. Attól függetlenül nem adom fel és felmegyek a hegynek a tetejére. Bár nem tudom, hogy itt kibírja-e a roller amúgy. Hát... húzós. Nem nagyon akar. És itt még emelkedik. Hát szevasz, akkor egy kicsit kell tolni. Pontosan így is tettem, és kitoltam az első emelkedőnek a tetejére a roller, és ekkor hívott Csoki, hogy a rollerrel történt valami. Igen? Beraktam duálba, de kikapcsolt. Akkor te is kiestél. Jövök vissza. Jó. Szóval úgy döntöttünk, hogy hazavisszük a lemerült dolgokat, és kimegyünk még egy kicsit gengelni. Úgyhogy jöhetett a roller vontatás. Azt hiszem megvan. De szóval. Veszélyes nagyon. Aztán még elmentünk egy skateparkba, és ott is kipróbáltuk a rollereket. És azután jöhetett az ajándékok átadása, ja és az, hogy megfürödjek egy jéghideg patakban. Egy kicsit beesteledett, de az ajándékozás az nem marad el, úgyhogy Kleminek szépen oda fogom adni ezt a kis roller nyereményét. Gratulálok, te nyerted a videót. Fődi, itt a fődi. Ez ilyen. Örülsz neki? Igen, csak vedd el. Többet nem vállalok ilyen büntetéseket. Itt van az a gyönyörűséges patak. És most egy lépést teszek benne. És belépekszek mindegy jacuzziba. De többet ilyen nem csinálok soha. Mit telefonom a diszbolítette? Háj, nézd!